Pénteken 18 órától újabb előadással folytatódik a kanizsai esték, ezúttal Takaró Mihály irodalomtörténész taglalja a reformáció és az irodalom kapcsolatát. Hella Ferenc református lelkipásztor híradónknak elmondta, hétfőtől a gyülekezet egy régi új programsorozata is folytatódik, újraindul az Alfa kurzus. A 10 alkalomból álló összejöveteleken a résztvevők egyebek mellett arra keresik a választ, miért érdemes a Bibliát olvasni, mi az imádság és ki a Szentlélek. Az ingyenes kurzusra felekezeti hovatartozástól függetlenül lehet jelentkezni Hella Ferencnél. A találkozók hétfőnként 17 óra 30-kor kezdődnek a református gyülekezeti teremben, az első alkalom helyszíne azonban a Medgyaszai étterem lesz. A Londonban ugye az Alfa kurzus ahogyan indul, az is tehát éttermekben, kávézókban, sőt az egész sorozat ilyen helyeken, vendéglátó helyeken zajlik, és arra gondoltunk, hogy ebben a kedves környezetben legalább az elsőt, és majd meglátjuk még, hogy hány alkalmat tudunk majd itt tartani, egy picit kilépve a templomi közegből.